Csolosnak kell megoldást mutatnia. Kudarcba fulladtak a tárgyalások, így a hétvégén az Úszöre Plusznak saját soraiból kell kijelölnie a kormánytagok listáját. Még távol vagyunk a válság feloldásától. Nő a teher az egészségügyön. Megteltek a kórházak, egyre több beteg várakozik az intenzív terápiás ágyakra, fogynak a gyógyszerek, a bevethető eszközök és az egészségügyi szakszemélyzet is egyre fáradtabb. A lakosság nagy része mégsem oltatja be magát. Indul a fűtésidény, idén azonban drágább lesz a megszokottnál. Igényelhető a fűtéstámogatás, ugyanakkor a szolgáltatói visszaéléseket is igyekeznek megfékezni. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Az Európai Uniónak az Európa Tanáccsal együttműködve kéne megalkotnia a kisebbségvédelmi keretszabályozást, mondta el Vince Lorent EP képviselő az ENSZ online fórumán. Konkrét javaslatokat fogalmazott meg a helyzet javítására, ezekről híradónknak is beszámolt. A konfliktus megelőzés és a kisebbségek emberi jogainak védelme címmel tartott online fórumot az ENSZ. Vince Lorent európai parlamenti képviselő szerint a kisebbségi jogokkal csak a legkomolyabb konfliktusok idején foglalkozik a világ, pedig a társadalom érdeke az lenne, hogy minden polgár egyenlő jogokkal rendelkezzen. Miután az elmúlt 30 évben nem történt érdemi előrelépés Európában ebben a témában, és mivel általános trendnek számít a kisebbségvédelmi jogok lekicsinyítése, ezért a helyzetjavítására olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek bekerülnek a fórum záró dokumentumába. A meglévő jogi eszközöket kell erősíteni, módosítani és modernizálni is, és az Európa Tanács keretegyezményéről, a nyelvi kartáról van szó, illetve egy sokkal szorosabb együttműködésre volna szükség az Európai Unió és az Európa Tanács között. És az ENSZ is egy olyan fórum lehet, amely előmozdíthatja, támogathatja ezt a folyamatot, hiszen az Európai Unióban sem kell föltalálni a spanyol viaszt, egyszerűen át kellene helyezni az uniós jogba a kisebbségi keretegyezményt, a nyelvi kartát. Emellett pedig azokat az emberi jogi egyezményeket, a kisebbségekre vonatkozó elemeket is át kell helyezni, amelyek már rég működnek az Európa Tanács égisze alatt, tette hozzá Vince Lorent. Az európai parlamenti képviselő abban bízik, hogy az Európai Unió és az Európa Tanács között sikerül megerősíteni a már létező kapcsolatot és behozni a kisebbségvédelmi vetületet is. Véleménye szerint az Európai Uniónak szilárd politikát kell kidolgozni a kisebbségi csoportokkal szembeni gyűlöletbeszéd elleni fellépésre, beleértve a sporteseményeket, a tömegtájékoztatást és a közösségi platformok működésének szabályozását. Nem hajlandó támogatni egy Dacian Csolos vezette kormányt a Nemzeti Liberális Párt. A vonatkozó döntést az alakulat végrehajtó bizottsága hozta meg. A szerdai sikertelen tárgyalásokat követően Dacian Csolos újabb tárgyalásra hívta a korábbi koalíciós partnereket, akkor a kormányalakítással megbízott miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy péntekre hívta egyeztetésre a PNL és az RMDSZ képviselőit, hogy a két alakulatnak legyen ideje eldönteni a vezetői testületeikben, hogy helyreállítják a koalíciót vagy sem. A Nemzeti Liberális Párt végrehajtó bizottsága ma ülésezett, a testület döntését Florin Kücsú PNL elnök ismertette. Úgy fogalmazott, az USZRE a PSZD-vel és az AU-ral szövetkezve buktatta meg a Kücsú kabinetet, amelynek maga is tagja volt, ezért őket terheli egy többség kialakításának a felelőssége. A kormányalakítással megbízott Dacian Csolosnak erkölcsi kötelessége az állampolgárokkal szemben, hogy megpróbáljon támogatást szerezni a koalíciós partnereitől, a PSZD-től és az AUR-tól. A PNL végrehajtó bizottsága azt kéri Csolostól, hogy először azokkal tárgyaljon, akik többséget alkottak a bizalmatlansági indítvány megszavazásakor, annak érdekében, hogy megszerezze a kormány beiktatásához szükséges 234 szavazatot. Hozzátette, amennyiben a Csolos kormány nem kapja meg a kellő támogató szavazatot a parlamentben, akkor a PNL tárgyalásokba kezd a parlamenti pártokkal, kivéve az AU-ral, egy stabil kormányzati, illetve parlamenti többség kialakítása érdekében. Nyomatékosította, a kormányt a Nemzeti Liberális Párt körül kell kialakítani, a PNL pedig továbbra is Florin Kücsút támogatja a miniszterelnöki tisztségre. Florin Kücsú bejelentésének eredményeként elmarad a Dacian Csolos kijelölt kormányfő, a PNL és az RMDSZ, valamint a Nemzeti Kisebbségek parlamenti frakciójának vezetője közötti találkozó. Csolos azt mondta, az USZRE hamarosan bemutatja az egyszínű kormányjavaslatát.
Vasárnap ül össze az USZERE politikai bizottsága, hogy eldöntse a miniszterek névsorát és döntsön az alakulat által javasolt kormányprogramról. Ez Dacian Csolos kormányalakítással megbízott miniszterelnök jelentette be, azt követően, hogy a Pinili elnöke közölte, hogy az általa vezetett alakulat nem hajlandó támogatni egy Csolos kormányt. Ennek következtében az USZERE a jövő hét elején egyszínű kormánnyal áll a törvényhozás elé, mondta Dacian Csolos hozzátéve, ha vasárnapig a Pinili meggondolja magát, tudja, hogy hol találja meg az USZERE-t. În ultima săptămână, singurul partid care și-a asumat această responsabilitate. Az elmúlt héten az egyedüli alakulat, amely felvállalta a kormányzással járó felelősséget, amelyet Klaus Johannis államfő is támogatott, az USZERE volt. A többi alakulat politikai elemzéseket végez, de nem mutatnak be konkrét javaslatot arra, hogy miként lábaljunk ki a válságból. Ma a Pinili végrehajtó bizottság döntésében sem láttam megoldásokat arra vonatkozóan, hogy miként vessünk véget a válságnak, hanem mindössze politikai javaslatokat, hogy kivel tárgyaljunk vagy ne tárgyaljunk. Ezt majd mi fogjuk eldönteni, nincs szükségünk mások tanácsára. Az ügyben Kelemen Hunor az RMDS szövetségi elnöke Facebook bejegyzésben foglalt állást. Ebben azt írja, Dacian Csolos miniszterelnök jelöltnek nem sikerült helyreállítania azt a minimális bizalmat, ami lehetővé tette volna a PNL-USZERE-RMDS koalíció újraalakítását. Ebből kifolyólag három lehetősége maradt. Visszaadja megbízatást az államelnöknek, a kormánybuktatáshoz összehozott PSD-USZERE-AUR szövetséggel alakít kormányt, vagy egyszínű USZERE kormányhoz kéri a parlament támogatását. Megbírságoltak 4 gázszolgáltatót, mert növelték a szerződésekbe foglalt díjakat. Ugyanakkor azt is előírták nekik, állítsák vissza a megállapodásban rögzített árakat. Az egyik szolgáltató már közölte, fellebbez a bíróságon. Egyre másra érkeztek a panaszok az Országos Energia Árszabályozó Hatóságnak arra vonatkozóan, hogy gázszolgáltatók, amelyek szerződésben vállalták, hogy egy ideig nem módosítják az árat, azaz rögzített árban egyeztek meg az ügyféllel, október 1-ével, illetve egyesek november 1-ével értesítették klienseiket, módosítják az árakat, sőt az is előfordult, hogy megtörtént az áremelés, nyilatkozta híradónknak a hatóság alelnöke. Nagybege Zoltán szerint ellenőrzéseik alapján jogosak a panaszok, így összesen 2.690.000 lejre bírságoltak 4 vállalatot. Az Engie Románia, az E.ON Energia Románia és a Restart Energy One egyenként 800.000 lejes bírságot, a Premier Energy 200.000 lejes büntetést kapott. A bírság mellett a hatóság azt is előírta a cégeknek, hogy korrigálják a helyzetet, és állítsák vissza az eredeti árakat. Az Engie Románia csütörtök este közölte, megfellebbezi a bíróságon a hatóságtól kapott 800.000 lejes bírságot. A realitás az az egyrészt, hogy ha ezek a cégek úgy döntenek, hogy nem fogadják el a hatóság döntését és bíróság elé viszik az ügyet, megtámadva ezeket a bírságolási jegyzőkönyveket, akkor gyakorlatilag a hatóság által kirót korrekció is felfüggesztődik, nem csak a büntetés kifizetésének a kötelezettsége. Nagybege Zoltán szerint nem annyira a büntetés összege, mint sem a korrekció kötelezettség miatt fellebbeznek a cégek. Hozzátette, tudomása szerint hasonló okok miatt a Fogyasztóvédelmi Hatóság is bírságolta ugyanezeket a cégeket, és ők is a rögzített ár visszaállítását sürgették. Megjegyezte, a nagykereskedelmi piacon kevesebb, mint 3 hónap alatt 4-5-szörösére nőtt a földgázára, és aki időkérdése volt, hogy az áremelkedés a nagykereskedelmi piacról a kiskereskedelmi piacra a fogyasztó felé is begyűrű. Miután évekig csak a legalacsonyabb jövedelműek részesülhettek fűtéstámogatásban, az energiaárok elszabadulása miatt a törvényhozók megemelték a jövedelem felső határát, így idén télen az eddiginél több háztartás kaphat fűtéspótlékot. A támogatás igénylésének határideje november 20-a. Tavaly még azok a családok kaphattak fűtéstámogatást, amelyekben az egyfőre eső havi nettó jövedelem nem haladta meg a 750 lejt. Az új szabályozás szerint viszont ez az összeg majdnem megduplázódott. Azok a fogyasztók igényelhetik tehát a pótlékot, amelyek földgázt, villamos energiát, tűzifát, szenet vagy fűtőolajat használnak lakásfűtésre, és az egyfőre eső havi nettó átlag jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt. Távfő használata esetén az egyedül élő személyeknél 2053 lej a küszöbérték. Az előző években Marosvásárhelyen például csak néhány száz személy volt jogosult fűtéspótlékra, idén számuk várhatóan emelkedik,
10 000 körüli igénylésre számítanak, mondta el érdeklődésünkre Andrea Moráru, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság vezetője. Hozzátette, hogy mivel az alkalmazási módszertan késett, az iratcsomók benyújtásának határidejét november 20-ára módosították. Ahhoz, hogy a teljes 5 napos időszakra, tehát november 1-től március 31-ig megkapják a támogatást, a kérvényeket legkésőbb november 20-ig szükséges benyújtani a szociális igazgatóságok székhelyén. Azok, akik november 20-a után hozzák be az iratcsomókat, csak a december és március közötti időszakra kaphatják meg a pótlékot. Az érintettek személyesen, online és postai úton is benyújthatják az igényléseket, tette hozzá Andrea Moráru. Az új módszertan egyébként bevezeti a kiegészítő támogatást is, tehát amennyiben valaki a küszöbérték és a kizáró jellegű javak listája alapján is jogosultnak bizonyul, az űrlap kitöltésekor a kiegészítő támogatás lehetőségét is be kell jelölni, így az igénylő egyetlen ügyintézéssel hozzáférhet az alap és a kiegészítő támogatáshoz is. A szükséges űrlapot, a küszöbértékek ismertetőjét, a kizáró jellegű javak listáját és a támogatás odaítéléséhez szükséges dokumentumokat a polgármesteri hivatalok honlapján tüntetik fel. Egyetlen szabad intenzív terápiás ágy volt ma az országban. A romániai járványhelyzet minden eddiginél súlyosabb, az egyetlen megoldás az oltás, hangzott el az illetékes hatóságok mai sajtótájékoztatóján. Bukarestben volt az egyetlen szabad intenzív terápiás ágy pénteken az országos katasztrófavédelem vezetője sajtótájékoztatójának idején. Raed Arafat elmondta, pénteken 1729 beteg szorult intenzív terápiás kezelésre, és az országban 1600 ilyen ágy van. Azok, akik nem jutottak be az intenzív terápiára, csak papíron vannak ott, valójában a sürgősségi osztályokon várakoznak. Elmondta, az október 4-e és 10-e között koronavírusban elhunytak 91,6%-a oltatlan volt. A koronavírussal megfertőzöttek 72,7%-a nem volt beoltva. A fertőzés szám növekedés enyhén mérséklődött, azonban továbbra is marad az emelkedő tendencia. Ma 15.828 új koronavírusos megbetegedést jelentettek, az elmúlt 24 órában 363 koronavírusos beteg hunyt el. A romániai járványhelyzet minden eddiginél súlyosabb hangzott el. Noi suntem acum unde suntem pentru că n-am ascultat sfaturile celor care se pricep la acest domeniu. Azért kerültünk oda, ahol vagyunk, mert nem hallgattunk azokra, akik értenek hozzá, hanem másokra figyeltünk, akiknek semmi közük a területhez, és akik amellett erősködtek, hogy az emberek ne oltassák be magukat. Románia a lakosság rendelkezésére bocsátotta a legjobb fegyvert, hogy ne kerüljünk ide. Ha pedig ide kerültünk, az azért van, mert a lakosság jelentős része elutasította az ingyenesen rendelkezésére bocsátott fegyvert, ami az oltás. A sajtótájékoztatón hangsúlyozták a helyzetre, az egyedüli megoldás az oltás. Elhangzott ugyanakkor, az eltelt időszakban nőtt az oltási hajlandóság. A sajtótájékoztatón közölték, tegnap is ma is szállítottak betegeket Magyarországra. A Moldovai Köztársaságból 20 orvos és egészségügyi asszisztens érkezik Romániába, akik Jasi kórházban fognak segíteni. Ugyanakkor a hazai orvostan hallgatók önkéntes alapon újra dolgozni fognak az egészségügyi egységekben. Olaszországból 5200 adag monoklonális antitest érkezett, jövő héten további 12700 adag érkezik Németországból. Az egészségügyi világszervezet 208 literes oxigéndúsítót küld Romániába. 5670 üveg a COVID gyógyításában használt tocilizumab is érkezik az országba, tájékoztattak. Zajlik a betegek átszállítása Magyarországra. Tegnap 5 pácienst fogadott a szegedi, illetve a debreceni kórház. Ma 3 az Arad megyei sürgősségi kórházból szállítottak át Szegedre, közölte az aradi sürgősségi főorvos. További 9 személy más városokból fog Magyarországra kerülni. Az intenzív ellátást igénylő betegek közül 3 a mai nap folyamán szállítanak át a határon az aradi kórházból, ezt egyfajta kvóta alapján számolták ki. Az Arad megyei sürgősségi kórház főorvosa híradónknak elmondta, először 5 aradi páciens átszállításáról tárgyaltak, végül ez 3 csökkent, mivel Bukarestből nagyobb volt rá az igény, ezen pácienseket Otopenyről Temesvárra katonai repülővel szállították át. Rádu Zsipa, az Arad megyei kórház főorvosa hozzátette, hogy a magyarországi orvosoknak 11 páciens közül kellett kiválasztaniuk azt a 3, akiket a rohamentőszolgálat járműveivel utaztatnak Szegedre. A betegek állapotának súlyossága mellett azt is figyelembe kellett venniük, hogy kik azok a páciensek, akik szállítható állapotban vannak.
Ez egy hosszadalmas folyamat volt, amelyen menet közben számtalanszor változtattunk, mert a magyar fél tegnap este egy kritériumrendszert fogalmazott meg, amely alapján összeállítottunk egy páciens listát, és ezt többször is módosítottuk. A kész listát továbbítottuk a betegek legfontosabb adataival. Hozzátette, meglepő volt számukra, hogy voltak olyan betegek, akik nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel. A három maradi beteget délután 5 óra környékén két speciálisan felszerelt rohanmentő járművel szállították át a 100 kilométerre lévő Szegedre. Egyedi számítógépes hűtési rendszert szabadalmazott egy fiatal kolozsvári feltaláló. A találmány erőssége, hogy a rendszer sokkal nagyobb hűtési hatásfokkal bír, mint a jelenleg piacon lévő hűtési rendszerek, sokkal halkabban működik, és nincs szükség karbantartásra. A rendszer összeszerelése közben Kovács Róbert Jenő, kolozsvári egyetemi hallgató arról beszél, hogy az elektronikai rendszerek és számítógépek egyik leggyakoribb meghibásodása a túlmelegedés. Találmányának lényege, hogy az elektronikai lapot transzformátor olaj fedi be. Ez a folyadék elektromos szempontból szigetelés elvezeti a hűt az eszközfalához. Az úgynevezett IOC, Immersed Oil Cooling rendszerrel már részt vett korábban egy innovációs versenyen. A prototípus kidolgozásán 4 éve dolgozott, az elmúlt időszakban pedig sikerült szabadalmaztatnia az eljárást. Szabadalmaztatási folyamat körülbelül 3 évet vett igénybe, tehát már olyan 11. osztály végén nekifogtam, és mindegyre kellett hiánypótlásokat benyújtani. Nyilván nagyon örvendtem a végén, mikor végleges lett, de egy hosszas munka eredménye. Hozzátette, a szemléltetett prototípushoz képest az ipari verziót nem műanyag, hanem alumínium házban kellene gyártani. A különböző kábelek, csatlakozók pedig természetesen a zárt rendszeren kívül lesznek, de azok száma és helye függ az elektronikai rendszer mienségétől. A prototípus legújabb fejlesztésében egy levegőszivattyú is helyet kapott, amely buborék révén segíti elő a folyadék keverését és hűtését. Kovács Róbert elmondta, hosszú távú tervei között szerepel a prototípus nagyüzemben való gyártása, hiszen a találmány forradalmasíthatná a hűtési rendszereket. Előállításuk nem lenne drágább, és a késztermék sem kerülne jóval többe, mint a jelenleg piacon lévő eszközök. Sportszercsomagokat kaptak a magyar tannyelvű iskolák, illetve szorványban a magyar tannyelvű osztályok. A magyar kormány adományának átadását a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége bonyolította le. Sportszercsomagok átviteli adminisztrációja zajlik a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének székházában. Ez alkalommal Magyarország kormánya a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságán keresztül sportszercsomagokat ajánlott fel minden külhoni magyar oktatási intézménynek. Tartalmazzák a nemzeti újrakezdés évének a logóját, illetve a pedagógus szövetség. A labdák és mezek tartalmazzák a nemzeti újrakezdés évének logóját, és az idén 30. születésnapját ünneplő RMPS logóját is. Az elemi, általános iskolai, illetve liceumi szintnek megfelelően, 3 szintnek megfelelően 4-4 kategóriájú csomagot állítottunk össze, még egyszer az osztály, vagy illetve a struktúrának a létszáma szerint. Összességében tehát 12 féle csomagot osztottunk most az elmúlt 2 hétben az előbb említett iskoláinknak. Az elmúlt hetekben minden erdélyi iskolának eljuttatták a csomagokat, a sort a Csíki térség tanintézményei zárták. Mindenképpen jó jön, tehát még lett volna erre arra szükség, de mindenképpen jó jön labda, meg különböztető bóják, erre minden órán szükségünk van. A csomagok a magyarul tanuló gyermekek számának függvényében, különböző méretben és mennyiségben futball, futszál, kézi és kosárlabdákat, ugróköteleket, megkülönböztető mezeket, labdatartó hálót, labdapumpát tartalmaznak. Jól alakul az Erste Liga az erdélyi csapatoknak. Sporttal folytatjuk. Zsinórban nyertek az erdélyi csapatok hazai pályán a Jégkorong Erste Liga csütörtöki játéknapján. Brassóban a Korona 7-2-re verte a miskolci Jegesmedvéket, Csíkszeredában a Sportklub 5-0-ra az FTC-t,
míg Gyergyószentmiklóson a Hoki Klub 3-2-re győzött Debrecen ellen. Folytatódik az erdélyi csapatok jó szereplése a jégkorong Erste Ligában. Mindhárom együttes a tabella első felében található a mérkőzések mintegy negyede után. Mi több, Gyergyó vezeti is a rangsort. Brassóban a Korona a második harmadban húzott el döntő mértékben Miskolci ellenfelétől, és meggyőző különbséggel 7-2-re győzött. Rögtön az első emberelőnyből betaláltunk, ami nagyon fontos volt, ugyanis az előző pár mérkőzésen volt ezzel problémánk. Sokat beszéltünk róla, gyakoroltuk, úgyhogy szerencsére ez egy korai sikerélmény volt a mérkőzés során. Utána a második harmadban azt gondolom, hogy domináltuk a játékot, és a harmadikban talán egy kicsit energiába elfogytunk, de próbáltunk taktikusan játszani. A miskolciak elismerték, ez nem az ő napjuk volt. Nehéz ilyen meccs után megszólalni. Voltak jó periódusok, de ilyen meccsen szerintem arra nem lehet beszélni. A második harmadban borzasztóan rosszul játszottunk, nem csináltuk azt, amit kellett volna. Ahogy megbeszéltük a meccs előtt is, ennek az lett az eredménye, hogy csúnyán hárba szórtuk saját magunkat. Csíkszeredában elviekben rangadót játszottak, hisz a Ferencváros látogatott a Vákár István csarnokba, de a meccs sima 5-0-ás hazai sikert hozott, a vendégek még gólig sem jutottak. Szorosabb volt a gyergyói mérkőzés, ahol a Hoki Klub egy perccel a lefújás előtt szerezte meg a 3-2-es győzelmet hozó találatot a Debrecen elleni találkozón. A három erdélyi csapat ma este is vasárnap folytatja a három magyarországi vendég elleni mérkőzések sorát. Egy éve robbant be a Godakó Ökölvívó Sportklubba a versenyek világába, és hatalmasat taroltak azóta, összesen 30 érmet nyertek. Így nem meglepő, hogy a legjobb csapat lettek az idei erdélyi övversenyen. Sikeres évet tud maga mögött a Godakó Ökölvívó Sportklub, úgy a hazai, mint a magyarországi mezőnyben. A Kolozsváron megrendezett 2021-es erdélyi övversenyen is taroltak a gyergyói sportolók, heten vettek részt a megmérettetésen, 5 boxoló pedig aranyérmekkel, illetve bajnokoknak járó övekkel tért haza. Ez Erdély legjobb ökölvívójának járó öv volt a cím. 22 egyesület volt jelen, és mi 7 versenyzővel vettünk részt. Részt vettünk a serdülő korosztály, junior és a zifi korosztályjal. A 7 versenyzőből az első nap, szombati nap, akik mérkőztek, ők győzelemmel zárta mindenki a mérkőzését. A bajnokok 2 másik társa is kemény küzdelmet tudhat maga mögött. Pár szilveszter a nagybányai Emmanuel Grózával mérkőzött meg, de a pontozással alul maradt. Akár csak Szilágyi Arnold, aki a többszörös bajnok nagyváradi Kovács Angelóval csapott össze. Ezen a 2 mérkőzésen tehát nem született gyergyói arany, de a látottak alapján akár mindkét esetben fordítva is dönthettek volna a bírók. Kolozsváron vettünk részt egy versenyen, nagyon jól éreztem magam. Az első menetben nem voltam annyira biztos magamban, de Arbács megbíztatott, és a második, harmadik menet már nagyon jól ment. A hétvégi mérkőzés egy kicsit hirtelen jött, mert eleinte nem volt ellenfelem, de végül került egy nagyon rutinos gyerek. Jó volt vele boxolni, és jó érzés, hogy felül tudtam kerekedni. Összeadtam a stratégiát, az volt, hogy folyton nyomás alatt kell tartsam az ellenfelet, és ez sikerült végezés vigyem a meccs közben, és örülök, hogy megnyertem. A Godakó sportolóinak közös célja, hogy az országos eredmények mellett európai és világszintű versenyeken is részt vegyenek. Az elkövetkezendő időszakban, október 22-én sor kerül a Gyergyói Sportközpont hivatalos átadójára. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. A viszontlátásra!